szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm, hogy meglátogatjátok a joga központunkat. Nagy szeretettel köszöntöm Csongan Szunimot is. Az ennedik előadásunkon, amit közösen tartunk, bele fogunk kezdeni a ráhangolódó mantrákba. Nem ismerem olyan mélyen a buddhizmust, hogy biztosan tudjam, hogy ott vannak-e ilyenek, vagy nincsenek ilyenek. A nyugati pszichológia egy jó ideje bevezette azt, hogy ha valamit csinálunk, az akkor lesz jó, hogyha ráhangolódunk. És ez a ráhangolódás, ez a jogában nagyon egyszerűsített, tiszta fogalmakból áll, nevezetesen először azért fohászkodunk, hogy a tudatunknak nyíljon meg az a rétege, amely akadálymentessé teszi ezt az előadást, akadálymentessé teszi az egész estet, Ganésa aspektushoz fohászkodunk, a második pedig fohászkodunk azért, hogy pozitív hangulatba ne keserűség, negatív gondolatok kíséretébe történjen ez a ma esti előadás. Pohászkodunk Guhához, Szubramányához, Kartikéjához. Ha már csinálunk valamit, azt illik művészi szinten csinálni, mert különben miért ne csinálnánk. Legalább mi próbálkozunk, hogy majd milyen lesz, azt ti elmondjátok. És pohászkodunk ezért gyönyörű Sarasvatihoz, aki ott van pontosan a vetítővászon mögött. De szerintem, akinek jó szeme van, az így is látja. Utána fohászkodunk a tanítónkhoz, majd fohászkodunk a földanyához, az isteni anyához, hiszen az anyagvilágban az ő segítsége nélkül semmire se jutnánk. Ha mindig az anyag ellenünk van, az nem túl nagy segítség. Gondoljatok egy árvízre, egy földrengésre, van bőven példa az életbe, úgyhogy van miért fohászkodni. És befejezésül pedig fohászkodunk azért, hogy a tanítók és a tanítványok együtt dolgozzanak, együtt tanuljanak az önkiteljesedésért, és soha ne veszekedjenek egymással. Ugyanis ez már évezredekkel ezelőtt is szokás volt, hogy elfogadok egy tanítót. Az elején nagyon nagy lelkesedés, hasravágás, leborulás, meg minden, így úgy, amúgy. Azt két hét múlva, mivel nem akarok gyakorolni, elkezdem a kifogásokat keresni. Elég nagy hasa van. Nézd meg, kopasz. Ez biztos, hogy egészséges ez az ember. Egy szóval elkezdem a tanítómat fikázni. És elfelejtem azt, hogy én nem tanító jellemrajzot akartam lerajzolni, hanem eljöttem valahová tanulni. És már elfelejtettem azt, hogy nekem tanulni kéne, és nem nézegetni, hogy is nézel ki? Rosszul áll a szemed. Vágjunk is bele, mert sokkal jobb a szavaknál, ha ezt meg is tesszük. Gajananam, bhutaganadi sevitam, kapitta jambu palasara bhakshitam. Uma sutam shoka vinashakaranam namami vigneshvara pada pankajam shadananam kumkumarakta varnam mahamatim divyamayuravahanam rudrasya sunum Surasanyanatam Guham Sadam Sharanam Prapaye Ya Kundendu Tusharara Davala Ya Shubhra Vastravrita Ya Veena Varadandamantitakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chyuta Shankara Prabhridvi Devai Sada Pujita Samam Patu
Sarasvati Bhagavati Nishyesha Chadyapa Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murte Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishnu Devanandaya Te Namaha Om Sarva Mangala Mangale Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostu Te Narayani Namostu Te Om Sana Bhavatu Sana Bhunaktu Savirjam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavai Om Shanti 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 Urat, ha van kedved esetleg a élményeidről és a meditációról egy szót ejteni, ha itt az ideje, és a kohanok is jöhetnek. Hát még érlelem egy kicsit az élményeket, de a kohanokat odadobom, hogy nyugodtan rágódjatok rajtuk. És ha a címet meg kéne mondani, hogy ma miről beszélünk, ki tudja csak így fejbe, miről szól a mai előadás, kezetfa. Idültek. Barna, mondjad. Igen, alcím. Ki tudja az alcímet? Csak úgy ülsz itt, hogy bármit csak mondjuk, mi? De nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Tehát olyan feszültségekről van szó, amely a testben és a lélekben keletkezik, amikor gyakorolsz. Elsősorban oszlasd el magadban azt a tévhitet, hogy te a nirvánát keresed, vagy a moksát, vagy az ellobbanást, vagy a felébredést. Nem. Pont azt az arányt keresed a feszültségben és az oldásban, amitől te boldog vagy. Pont azt a kémiát keresed a testben és a lélekben, amitől az életnek van jelentése, működése és értelme. És éppen ezért nem veszük észre a karmánk működését. Azt hisszük, hogy ez nekünk csak úgy megy. Aztán beleütközünk különböző falakba, amelyek eleinte mások hibája, hogy miattad van. Meg miattad van. Meg miattad van, hogy én boldogtalan vagyok, meg képtelen vagyok, meg ilyen vagyok, amilyen. És amikor rájövünk, hogy ez valójában nincs így, akkor jön az első kognitív feszültség, hogy ha tényleg nincs így, akkor hogy van? Akkor én hogy csinálom ezt az egészet? És a legdöbbenetesebb az, amikor először a testtudatosság szintjén rájössz, hogy a tested az most egy kalapkakit se ér. Tehát olyan rossz állapotban van, hogy lélegezni alig tudsz. Menni alig tudsz. Magasabb szintű működésekről nem is beszélve. Ezt köszönhetjük a jó kis városi életmódunknak, a képernyőfüggő intellektusunknak, azzal, hogy olyan állást vállaltunk, ami nem állás, hanem ülés, napi 12 óra, ugye? És ez a legnagyobb testgyilkos, de egy kicsit elmegyilkos is, erre majd rátérünk. És akkor bejössz mondjuk egy veretes, hagyománytisztelő joga ásramba, és elkezdesz a bevezetők után gyakorolni. És itt rögtön átmegyek arra, hogy én újra kezdem a jogát. Az elmúlt 4 évben lehet, hogy 5, ki tudja, én 3-szor kezdtem újra. És ez azért van, mert lusta vagyok, és nem vagyok eléggé kitartó. Magyarul 3 jógatanár körülbelül 1,5 darabja, és nem én fogyasztottam el őket, hanem ők jöttek és mentek az életemben.
A harmadik, Kata, remélem, hogy nem megy. Most jött, és remélem, hogy marad is. És mint jóga tanító néni, egy csomó mindenre rájöttünk, hogy az elmebéli feszültség, kuanok, és a testből induló feszültség, aszanák, hol találkoznak. Egyrészt, hogyha itt a klasszikusokat ismerők, most ne szóljanak egy szót se, de akik úgy Patanjalit szerintük ismerik, mi a Patanjali jogaszútrák, azaz a Rajja jogaszútrák első mondata? Mi a joga? Egy mondattal Patanjali mester elmondja. Jó, szabad a gazda, bárki, aki tudja. Nem. Sanskritó? Joga, citta, vritti, niroda. Na, ezt tessék szes megjegyezni. Miközben a zen, így először angolul mondom, ahogy Sung San Zen mester, aztán lefordítjuk magyarra. Only without thinking, just like this is truth. Gondolkodás nélkül az éppen ilyen az igazság. Na most, hogy a csittádnak a vrittéjét hogyan lehet fölfüggeszteni, a nirodáig eljutni, és hogy a niroda és a nem tudom, vagy a nem gondolkodó hogyan függ össze, ezt rád bízom. Én elmondom, hogy én hogy élem át azt, hogy harmadszorra is újra kezdtem a jogát, egyszerűen azért, mert rájöttem, hogy a testem abban az állapotában egy kalapkakit se ér, úgy, ahogy van. Tehát az alapdolgokat nem tudja. És ahogy az ászanákkal elkezdesz újra vagy először küzdeni, a testbéli akadályaid, inszalagok, szövetek, ízületek, egyebek, ezek elkezdenek kopogtatni a lelked ajtaján. És elsősorban a technikai instrukciókra figyelsz, aztán pedig arra, hogy belül mi történik, hogy a valós akadálya micsoda annak, hogy te átlélegezzél mondjuk mellkast, vagy hogy egy ujjayit megcsinálj, vagy hogy benne maradj mondjuk egy kumbakában szépen, egy szép-szép légzésszünet. Hogy lehet az, hogy ezt nem tudod megcsinálni? És az első találkozása az elmebéli és a testbéli feszültségnek az, hogy hallod az instrukciót, az intellektusod megérti, de a tested nem csinálja meg. Tehát valami gát van. Hol van ez? És ezt csak akkor tudod, amikor már átugrottad. Amikor valami módon már a külső talpél a helyére került. Amikor már mondjuk a drishti tényleg a tenyérben van, úgyhogy a fejed arra néz, de a szemed arra fordul. És legyen szíves fölfelé húzni a lefelé menő lábszáradat, közben a szőnyeget egy kicsit így tépni a trikónászanában, és közben belül figyeld, hogy mi történik. Azért mondom ezeket, mert egy jó tanító nem rendszert ad, hanem paradoxont ad, ami által te a rendszert megismered, azaz magadat. És a paradoxnál az az első, hogy a technikát nem tudod maradéktalanul megcsinálni. Tehát érteni véled, de nem tudod megcsinálni mindaddig, amíg ezt az értést el nem engeded. A nyugati azt gondolja, hogy a részletek összeszedésével és rendszerezésével meg lesz a teljes instrukciókészlet. A keleti már tudja, hogy a részleteket meg kell tanulni, de az egész akkor lesz meg, amikor a részletekhez való ragaszkodást elengeded. És te tudod, hogy darabonként mit kell csinálni, de amíg állandóan pásztázod bele, hogy ezt és ezt és ezt és ezt, tetőtől talpig, légzéstől feszítésig, hogy kell ezt csinálni, amíg az intellektusod mozog, addig ez nem fog menni. És akkor egyszer csak hirtelen elengeded azt a gondolati feszültséget, hogy te ezt nem tudod megcsinálni, és akkor a helyére kattan. Akkor a banda pont oda megy, ahova kell. Pont azok az izmok feszülnek meg, ahogy kell. Pont oda lélegzel, ahova kell. És ehhez kell egy hatalmas bátorság, hogy a részletek elengedésével valósuljon meg az egész. És ne állandóan össze akar nyalábolni a tudatban azt, amit eredetileg arra fejlesztettek ki, hogy te a szentséges niroda, azaz a gondolkodásmentes állapotot elért. Látom, figyeltél. Tehát, hogyha hirtelen a gondolkodásmentes állapot megcsap, az sok. Hogyha szépen fokozatosan bontod a rétegeidet, akkor egy viszonylag kellemes tapasztalás először. Nem mindig, és nem sokáig.
De az ászanákban való feszültség az nagyon sokféleképpen oldható, de ha gondolkodsz közben, biztos, hogy nem. Tehát egy ideig szükség van a kognitív gondolkodásra, aztán az intellektus látja, ha elég őszinte vagy, hogy át kell adni a helyet valami magasabb rendűnek, mint a gondolkodás, valami egyszerűbbnek és tisztábbnak. És ekkor az én eddigi szerint tapasztalatom szerint az ászana helyére kattan. Miért? Mert az elsősorban nem testhelyzet. Testhelyzetben látod. De az az elmének, a tudatnak, a csittádnak egy bizonyos állapota, amely az ászana által megvalósul. Tessék erre figyelni. Tehát én elmondom, nekem a kedvenc ászanám az a Baddha Konászana. Nem csak azért, mert ezt Koreában is gyakran csináltuk, ahol egyébként egészen a közelmúltig nem volt divat a jóga. Más hagyomány, más kultúra, de az zen szerzetesek most a zen termekben 80-90%-ban jógáznak, hogy alkalmasak maradjanak a gyána, csanna, csan, szon, zen gyakorlatára. Ugyanis ezt a feneket el lehet ülni. Ezeket a csigolyákat nagyon meg lehet terhelni. A kezet el lehet merevíteni. Tehát azt, hogy te napi 10-12 órát ülj, az körülbelül napi 1-2 óra aktív testgyakorlás, a sétától kezdve az ászana pranayamáig, ennek az előfeltétele. Így. És ezt a fajta feszültséget, amikor elkezded oldani, azt látod, hogy a testhelyzetre való kísérlet már az elmének a rétegeit bontja. Tehát amilyen képzetkör megjelenik például egy adott szervben, egy adott ászanánál, az a lerakódott karma információ tartalma. És elkezdi a szerv is fizikailag, és az elme tudatilag ledobni azokat a karmákat, amely az ászana megvalósításának az akadálya. Tehát ha belül káosz van, miközben te törekszel, fogadd el. Mert pont az a káosz az, ami az eddigi akadályod volt, és ami még szörnyűbb, hogy ez az üzemanyag. Tehát enélkül nem lenne meg sem a motivációt, sem az energiád arra, hogy ezt tovább folytasd. És amikor ezt a feszültséget oldod, akkor spontán a nem gondolkodás állapotába kerülsz. És ezért javaslom azt, hogy ne pusztán a fizikai tökéletesség felé vidd azt a gyakorlatot, amit elképesztően hiteles forrásból tapasztalsz, tanulsz, igyekszel elsajátítani. Hiszen hiába vagy szuperhajlékony, erős, a nádiaid már úgy kinyíltak te, hogy nincs ez a nyílt nap, ami olyat tud a múzeumokban, mert az energiád úgy áramlik, hogy akadálymentesen, nincs ez a szupravezető, ami tetőtől talpig olyan csít vagy pránát tudna produkálni. De meddig viszed ezt? Fizikailag véges vagy, mentálisan végtelen. Tehát igen, egy paschimottanasanában már a csuklódat megfogod a lábad, a talpad alatt. Már könnyékig mentél. Nem alkarig. Már a homlokod a lábszáradnál van, nem a térdednél. Meddig? Tehát valójában a fizikai szintű eléréssel milyen mentális szintet valósítottál meg? És ennek előfeltétele az, hogy a tudat tisztulását a gyakorlat közben te figyelemmel kísérd, és az egyszerű, tiszta gondolkodás előtti, azaz a niróda állapotába spontán visszahozd magad. Hogy egyre kevesebb gondolkodással valósítsd meg azt, amely már a kezdetektől sem pusztán fizikai, testi erőfeszítés volt, hanem az elmének egy olyan tréningje, ahol fizikailag kényszerhelyzetbe hozod magadat. Hogy te akkor is azt a virabhadrászanát úgy megcsinálod, ahogy kell. És a bordakosár akkor is távolodik a medencétől fölfelé, ha éppen meg akarsz szakadni. Mert az akadály itt van. Nem a testben van. A koanokhoz ezt úgy vélem hasonlíthatónak, hogy a zen a sokkal brutálisabb, és nem engedi meg, hogy egy 3D-s testben te a feszültségeidet leképezd. Előbb-utóbb, ha meditálsz, jól tudsz ülni, sétálsz, leborulsz, nyújtasz, nem ezen van a hangsúly, bár lehetne. És ahogy hallod, zenszerzetesek most elég komolyan gyakorolják ezt. A hangsúly az elmének a paradoxonján van. Tehát ahogy te fizikailag egy ászanát fölveszel, ugye az elme fölvesz egy koant magában, most mondok egy 2/10-est, redőny. Chung Yang zenmester,
két szerzetes jelenlétében a bambusz függönyre mutatott. A két szerzetes szótlanul odasétált és feltekerte. Mire Chongyang zenmester így szólt, az egyiknek sikerült, a másiknak nem. Körülbelül az akkori tanítványok is így nézhettek, ahogy ti. A kérdés az, hogy melyiknek sikerült, melyiknek nem. Második. Miért mondta az Chongyang zenmester, hogy az egyiknek sikerült, és a másiknak nem? Harmadik. Ha te ott lettél volna, hogyan válaszoltál volna? Ez azért kellemetlenebb, mert nincsenek fizikai dimenziói a kuannak. Tehát az elme nem tudja hova tenni a paradoxont először. Nincs olyan, hogy hát ugye habcsanga föl az égnek, és a támadó állása pedig szépen bele, és akkor legyél szíves a fenekedet magad alá húzni, és akkor ez így szépen összeáll. A kuan az nem dimenzionális, mert közvetlenül az elmében van. És a dualisztikus gondolkodásodat feszíti odáig, hogy az ennedik helytelen válasznál az interjú szobában már tényleg a reaktív tudatod nem tudja, hogy mit csinálja, hogy most összetörje a berendezést, vagy megrángassa a tanító szakállát, vagy ott hagyja az egészet, és megátkozza a napot, amikor az ennel találkozott, és azt gondolta, hogy ez neki jó. Tehát ezek a reaktív tudattesztek nagyon hasonlóak ahhoz, amikor te éppen inszalagban, izomszövetben feszülsz és csavarodsz, és a Maricsászanál B-nél azt mondod, hogy ilyen nincs, hogy ezt egy bölcs találta volna ki, pedig Maricsa egy bölcs volt. És van egy ászanája legalább AB-vel. Már az A verzió egy elképesztő dolog, de a B, hogy azt hogy találták ki? Tehát ki volt az? Tehát tudjuk a nevét, de itt agyba hol volt az az ember, aki ezt kitalálta? Hát bölcs volt, azt tudjuk, de ennyire, tudod? Úgyhogy amikor a koannál mondjuk Pajcsang zenmester róka, nagyon hosszú, nem olvasom fel, de amikor arról van szó, hogy egy szerzetes rókatestet öltött 500 újraszületésen keresztül, mert nem ismerte fel a karma törvényét, és a feladat az, hogy te fölismerd. Hogyan? Honnan? Tehát a közös pont az, hogy az elmének ezt a feszültséget, hogy dualisztikus gondolkodással ezt nem oldod meg. Az ászanát se rakod össze dualisztikus gondolkodással. A koant se fogod dualisztikus gondolkodással megoldani. Akkor mivel? Hallod a közlekedés zaját? Na ezzel. Tehát az a tudat, amelyik tisztán mozdulatlanul lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, és a többi. Ezzel a mozdulatlannal, ezzel a nem keletkezővel, ezzel a tükörszerűvel meg tudod oldani, de ehhez nagyon nagy alázatra van szükség, hogy a saját gondolkodásodat visszavond a térből. Nem elfojtod, nem megítéled, nem sokszorozod, nem teríted, visszavonod. És amikor ez megvalósul, akkor látszólag a semmiből megjön a koan megoldása, és az intuitív szikra oldja az elmének azt a feszültségét, amely eddig volt. És mi következik ebből? Egy újabb koan. Mi következik a sikeres ászana? Egy újabb ászana, ahol már is visszavonom, nem sikerről kell beszélni, hanem arról, hogy épp ennyi elég. Több ezer, tehát jó, 1700 ismert koan van, ebből csak a japánok két gyűjteményt használnak, a kék szikla gyűjteményt és a nincs kapu gyűjteményt, ezek együtt körülbelül 100-an vannak. Korea 1700 koant ismer, mi 208-at használunk. Ebből egy zen tanítvány az első évben olyan 50-60-at tapasztal meg. Tehát ezt kis adagokban adjuk, mert nem az a dolgot, hogy te a műveltségedet itten pallérozzad, hanem az, hogy legyél szíves használni ezt a gondolkodás elé való visszatérésben. Úgyhogy ez közös. Minden más különböző. És ezt a különbözőséget tiszteljük. Tehát, hogyha a paradoxont nem honoráljuk, és nem vagyunk hálásak azért, hogy kaptál egy gondolatilag megoldhatatlant, nem fogsz a gondolkodáson túllépni. Márpedig akkor a saját karmádon sem fogsz túllépni. És a saját karmád által keltett feszültséget sem fogod látni. Miért?
Az ászana és a koan egyaránt mesterséges dolog. Mesterek találták ki, veled semmiféle korábbi közössége nincs. De a karmádat azt elhiszed. Az éneddel azonosulsz. Te azt hiszed, hogy ezekből az érzésekből, gondolatokból, emlékekből, megkülönböztetésekből állsz. És ezért a karmádnak a működésére, annak az ellentéteire, annak a paradoxonjaira sokkal nehezebben látsz rá, mert megszoktad. Mert azonosulsz velük. És a működésüket sokkal később látod át. Na most, ha az ászanák és koanok során te felfedezed azt, hogy az elméd hogy működik, és a tudatod mitől tisztul le, akkor esélyes, hogy a karmád működését is elég jól át fogod látni. Mert ha nem, akkor nem fogunk haladni az úton soha. Akkor ugyanazokat az illúziókat fogjuk kergetni mindig. És a paradox azért kell, hogy az ortodox az meghaladható legyen. Az ortosz az a bevett, megszokott. A doxa az a tudás. A paradox az az, ami a tudáson túl van, vagy a tudást megkerülve, a gondolkodást meghaladva érvényesül. És éppen ezért fontos az, hogy lásd, hogy a gondolat szolgának nagyon jó, de uralkodónak szörnyű. Ezt jó pár uralkodó bizonyította, hogyha körülnézel a világtörténelembe. Úgyhogy én itt a bevezetőmet be is fejezem, mert sokkal inkább a ti kérdéseitek lesznek fontosak Omkára megszólalása után, és hálás szívvel köszönöm, hogy itt tanítványostul megjelenhettünk, és egy újabb paradox helyzetet teremtettünk ebben az ásramban. Köszönöm szépen. Hát nekünk Kornnál egy kicsit több ászanánk van. 8.400.000, elég ez? Nekem még sok is. Azt annak idején úgy találták ki, ahogy itt elcipeltem nektek, mert erősítem egy kicsit a karomat, az összes könyvet. Van itt egy nagyon szép is belőlük. Ez is van vagy 2 kiló. Tehát magából az ászanákból, ahogy mondtam, 8.400.000-et rögzítenek az írások. Direkt igyekeztem én a lexikon lenni. Főnököt meghagyom szárnyalni. És próbáljuk meg egy kicsit azt a gondolkodáshoz közelebb menni, hogy mi mikor ászanázunk és mikor nem. Mert ez is fontos. Igazából egy kezdő jogázónak már az nagyon nagy segítség, hogy megtalálja az ászana helyét a saját gyakorlásában, hiszen vigyázni kell nyugaton nagyjából a vezetési kézikönyveimben mindig azok voltak, hogy egy főnöknek 7 területénél több ne legyen, mert úgyis képtelen irányítani. Ezért Vishnu Devananda, akit ott láttok, az a jógát lebutította 5 egységre. Azt mondta, hogy a jóga alatt értjük a helyes testgyakorlást, ezt mindjárt majd kifejtjük, ez alatt értjük az ászanákat, a helyes relaxációt, a jóga alatt értjük a helyes táplálkozást, a helyes légzést, a pozitív gondolkodást és a meditációt. Így ezt az 5-öt mindenki meg tudja jegyezni, és ebből, amivel mi ma elég sokat foglalkoztunk már, és fogunk foglalkozni, mi az ászanákról fogunk egy kicsikét beszélni, és általában, ha valaki Dunavizet akar inni, ha tisztán szeretné inni, azt a Fekete erdőnél teheti meg, mert elmondtuk már, hogy Budapesten Szentendre szennyvizét isszuk, Szentendrén meg Visegrádét, úgyhogy aki tiszta vizet akar inni, az ott igyon lehetőleg a Fekete erdőnél, mert az Dunavíz. Folytatva a gondolatot, a jógaírásoknál mindig az az alap, hogy vajon az az írás honnan származik, és van-e kapcsolata a forrással. A jógában úgy tanítják, hogy a forrás maga a pranava, az első rezgés, amit együtt gyakoroltunk itt, az Om mantra. Az Om mantrából jöttek létre a védák, védákból a teremtés,
ez a logikája az egésznek, rezgésből anyag. Bocsánat, gondolatból rezgés, rezgésből anyag. Így jött létre az is, hogy mi szükség van egyáltalán ászanákra, és hol jelennek meg ezek az ászanák először. A védáknak van négy része, és a negyedik részét úgy hívják minden egyes védának, hogy Upanishad. Ezt a, vagy Upanishadok, ha többes szám van, és ez a negyedik rész, ez igazából nem is biztos, hogy nekünk készül, de imádjuk használni. Ugyanis ez a szanyászinoknak készült. Azért a negyedik rész, mert minden embernek van egy négy életszakasza, van egy brahmacsári, a első 25 év, a második 25 év a családos, a grihasta, a harmadik 25 év a vanaprasta, amit már a családtól, már mint a gyerekektől elkülönülve a férfeleség együtt töltene az erdőbe az ideál szerint, és 75 éves korukban szétválnak egymástól, és eljön a szanyásza korszaka, és ezeknek a szanyászinoknak írták igazából a védáknak ezt a részét. Természetesen vannak olyan szanyászinok, akik nem várták ki a 75 évet, hanem 8 éves korában már Sankara szanyászinná vált, beavatták, mert előző életeiben olyan szintre fejlődött, hogy elérte azt, hogy már 75 éves szinten volt. És nagyon bölcs volt egyébként, mert 75 éves korukban szétválasztották a férjet és a feleséget. És pontosan azért választották szét, hogy ha egyébként meghalnának, borzasztó nagy szenvedés lenne 40-50 év házasság után, a kötődés elengedése. És pont ezt a kötődés elengedést kellett gyakorolni, mert így is úgy is megtörténik minden ember életébe, hogy egy szép napon lehunja a szemét, és eltávozik az asztrál test, a kauzális testtel, és új körre megy, választ magának később egy jobb testet, választ magának jobb feladatot, mint ebben az életben, és megy tovább. Tehát nézzünk meg egy pár gondolatot, direkt kijegyzeteltem magamnak, nem baj, hogy erről beszélünk, ugye? Én mindig szívesen tanulok. Nézzük meg, hogy hol jelennek meg az ászanák. Az egyik, a régiség szerint az úgynevezett Shukla Yajurvédában, az úgynevezett Mandala Brahmanopanishadban. A második a Krishna Yajurvédában, az úgynevezett 31-es Upanishad, a Kshurikopanishad. Krishna Yajurvédában 37-es a Tejo Bindu Upanishad. Az Atharva Védában az 58-as a Shandilya Upanishad. Ezt később majd tovább fejtegetjük, még azért tudnék ide adatokat szolgálni, mint a KSH, de igazából ez azért fontos, mert amikor a bölcs Patanjali Krisztus előtt 400 évvel nem megírta, hanem összeszerkesztette a jogaszutrákat, egészen más valamit megírni és más összeszerkeszteni, és azért nevezik a jóga filozófiát védikus filozófiának, mert nem lehet benne olyasmi, ami ellenmond a védáknak. És magában nézzük meg, hogy a Patanjali szutráiban a második fejezet 46-os, 48-as vers foglalkozik először az ászana meghatározásával. Nézzük meg, mit mond a 46-os, azt mondja, sthira sukham ásanam. A továbbiakban magyarul fog beszélni. Ászanának nevezik azt a meditációhoz szükséges ülőhelyzetet, mely stabil és kényelmes. És itt válik az ászana gyakorlás művészetté.
művészetté, hogy ugyanazt ismétled, de nincs két ugyanaz. Ugyanazt ismétled, de nincs két ugyanaz. Elég sokat laktam szállodába, mondhatnám azt, sok évet töltöttem szállodába, és mindig láttam a fitness szalonokban, hogy ott megy a CNN a futópad végén, és a szerencsétlen ott fut egész végig, az elméje ott volt a tévéképernyőn, a lába meg ott szaladgált alatta. Az a szét volt, egy skizofrén állapotban volt az illető, mert másutt volt az elméje, másutt a teste. Próbálta a világ eseményeit követni, és így próbált pihenni, ellazulni, feltöltődni. Most a jógában azért csodálatos, és azért mondtam, hogy művészet az ászana, hiszen először is, ahogy hallottuk már korábban, megpróbálsz egy adott testhelyzetet fölvenni, megpróbálod a tudatodat, mondok egy példát, egy fejenállásnál, sírsászanánál, megvan, hogy a tudatodat a fejtetőre kell helyezni. És végig ott tartod, amíg abban az ászanában vagy. Nem mész el sem a tavalyi nyaralásra, sem a jövő évi nyaralásra, ott vagy azon a helyen, ott vagy azon a vékony határvonalon, ahol a jövő átfolyik múltba. Ez a legvékonyabb határvonal, ez a legvékonyabb fátyol az univerzumban. Az a határ, ahol a jövő átfolyik múltba. És addig maradsz ott, amíg le nem zárul ez. Mit neveznek Asana Jaya-nak? Azaz mikor győztél le egy ászanát, ha ezt az állapotot egy jamáig, azaz 3 óráig fenntartod. Most nagyon riasztónak tűnik, hogy lehet ülni 3 óráig? Itt van valaki mögöttem, aki 14-16 órát ült, és ugyanúgy 15-20 perc után fájt a térde az elején. Innen fogom folytatni. 14-16 óra múlva. Ha megkérdezhetem, akkor kinek van kérdése? Hol keressem a konom megoldását? Már megoldottam párat, de mindegyiknél azt érzem, hogy most ez teljesen ismeretlen zóna, és mint hogyha elfelejtettem volna, vagy nem is tudnám, hogy eddig hogyan oldottam meg ezeket. Én szeretném, hogyha megmaradnál ebben az állapotban, hogy nem is tudom, hogy hogyan oldottam meg ezeket. Ez a forrása a megoldásnak. És azért kell újabb és újabb paradoxonokat kapni, mert mindegyik újabb és újabb szögből világítja meg az elméd működését, annak a meghaladását, a karmád teremtését, a szenvedés létrehozását, annak a feloldását, más karma teremtését. Tehát a koan praxis az annyira termékeny tud lenni, hogy már a hétköznapi helyzeteket is szépen kihúzott paradoxonná tudod teljesíteni. Miért? Mert hogyha valamiben nem találod meg a paradoxont, ha valami túl egyértelmű, vagy túl logikus, akkor valamit nem vettél észre. És ez leginkább az emberben van. Tehát ha számodra valaki túl egyszerű, vagy túl egyértelmű, az azt jelenti, hogy még nem láttál belőle eleget. A koanok pontosan ilyenek. Menj vissza oda, hogy nem tudod, hogy honnan, de jött a megoldás, és ez a nem tudható a forrása. Semmi több. És amikor ez elég erős, a középpontod elég erős, akkor ez, amit hallottál, hogy az a pont, ahol a jövő átfolyik a múltba, ez a pillanat. Ez a pillanat, mint a homokóránál a legkeskenyebb rész, a két nagy üveg között. És ha ez a pillanat megvan, minden megvan. Ha ez a pillanat nincs meg, semmi sincs meg. Úgyhogy ezért kell a nem tudomba, nem tudhatóba visszamenni, amit merem mondani, hogy Patanjali mester a Niroda szóval jelzett. Aztán van még egyéb fölfelé a moksáig. De ez nagyon, nagyon érdekes, hogy amikor az elmét hullámzik, akkor nincs tükör. Tehát a vritti, a hullámzás, az örvénylés,
az a tó felszínét teljesen el tudja torzítani. Ekkora kóan sem megy, az ászana sem megy. Csak a gondolkodás megy állandóan. És merem mondani, hogy mind a két hagyomány célja az, hogy ezeket a kényszer mozgásokat, a vrittinek a tehetetlenségből szokásszerű karmikus alkalmazását, futtatását, ezt állítsuk le. És ez a leállítás, ez ez. És amikor a nem tudhatóhoz visszatérsz, akkor az intuíció szikrája, amely önvalód, közvetlen, tiszta megnyilatkozása, a Fekete-erdői Duna, az akkor szolgáltatja a következő kérdésre a választ. De csak azért, hogy egy újabb kérdés következzen utána. Úgyhogy a nem tudhatóban maradj meg nyugodtan. Onnan jön a következés. Nem emlékekből dolgozunk, nem sémákból dolgozunk, nem rendszerezzük, nem akarjuk logikával megkönnyíteni, lesarabolni, megjósolhatóvá tenni, ezért sem írjuk le a megoldásokat soha. Úgyhogy csak így tovább. Bízz a nem tudomban. Az lenne a kérdésem, hogy nem biztos, hogy pontosan idézem, de szószászonyim szoktam mondani, hogy amikor rájössz, hogy az életnek valójában nincs értelme, akkor kap igazán értelmet, hogy mit értettél ez alatt. Hasonlót mondod. Itt egy lépést kihagytál. Igen. Angolul idézem, if you look at life, it has no reason, no meaning, and you have no choice. But if you attain, big reason, big meaning, big choice all appear. Ez így korrekt. Ugyanis, hogyha a tapasztalás, vagy a megtapasztalás hiányzik, akkor a paradoxonból belátást, felébredést nem tudsz csinálni. Akkor ki vagy feszülve a saját karmádnak a keresztjére. Akkor megesznek a saját gondolataid, felzabálnak a saját érzelmeid. Akkor nincs menekvés a téves nézetek, harag és kabzsiság hármasából. Nézd meg a Kála csakrát, tibeti. Ott van a közepén a hatalmas nagy reaktor. Kakas, disznó, kígyó. Ez a három. Téves nézetek, kígyó, harag, kakas, és egy jó kis mohóság, röf-röf-röf. Az a disznó. És ebből a háromból kialakul a hat keletkezett világ, melyből egy az ember. Tehát ennyire világteremtő az elme, és a tudatnak ekkora szerepe van, hogy az elme legyen tudatos. Tehát beszélünk testtudatosságról, az ászanák testtudatosságtól közelítenek és mennek fölfelé. A zen pedig a kuanokkal azonnyomban az elmére irányul, a tudatra irányul, és lélektudatosságot azt tanít, hogy most lásd belül, hogy mit gondolsz, mit érzel, mit mondasz, mit teszel. Tehát, hogyha ez a tapasztalás nincs meg, ami a nem tudható tapasztalata, az egyéválás tapasztalata, akkor a kicsi énnek a tehetetlensége, hogy nem látja az élet értelmét, célját és okát, és nem látja a saját választási lehetőségeit, ez nem fog oldódni. Ez a feszültség, ez ott lesz. És ezen feszültség oldhatatlanságában a legbutább, legönpusztítóbb vagy máspusztítóbb kényszerekre vagyunk képesek. A legbrutálisabb dolog, amikor azt hallod, hogy nem volt választási lehetőségem. Nem tehettem másképp. Ennek így kellett lennie. Ugyan már mitől? Mit nem láttál meg? Hol szűkült le a tudatod ilyen elképesztő keskenyé? És hogyha a tapasztalás megvan, ha az egyéválás megvan, ha a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál mer válni, akkor az élet nagyszerű értelme, valódi oka, és a mindig jelenlévő választási lehetőség megjelenik. Addig nem. Addig a saját mája fájtlad mögött vagy. Így.